Szeretettel üdvözlök mindenkit itt a TASZ-esteknek az első rendezvényén, a Kolorban. Ezt a rendezvénysorozatot azért indítottuk mi a Társaság a Szabadságjogokért szervezet, mert szeretnénk, hogyha az összes programunk bemutatkozhatna a minket támogatóknak és azoknak is, akik esetleg ellenzik a mi munkánkat. Most az első rendezvényen két programunk mutatkozik be, a drogpolitikai program és a választójogi program. Két kampányról fogunk ma este beszélni. Az egyik az a fővárosi drogfogyasztással foglalkozik, a második kampány az pedig azt mutatja be, hogy az új fővárosi választási rendszer milyen hátrányos hatásokkal jár a ti jogaitokra. Én be sem mutatkoztam, én Sárosi Péter vagyok, a TASZ-nak a drogpolitikai programvezetője. Egyesek szerint én vezetem az ombudsmani hivatalt is. Ezt mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy ez mennyire igaz, nagyon sokat lehetett erről most a sajtóban olvasni. Hát én inkább azt mondanám, hogy egy eléggé gyomorforgató rágalomhadjárat folyik most civil szervezetek ellen ebben az országban. Ennek a része az is, ami itt az ombudsmannak a jelentésével kapcsolatban megjelent egyes lapokban. Az egésznek az a célja, hogy ne kelljen beszélni arról, amiről most ma este fogok nektek beszélni. Azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy van egy probléma, és arra milyen megoldások vannak, mik azok a hatékony megoldások, amik valóban működnek, és erről próbálják jelenleg elterelni szerintem az embereknek a figyelmét. Ezt a kampányt, ezt az Urban Communications nevű ilyen PR céggel közösen csináltuk, alakítottuk ki és szerveztük meg. És hát elsősorban ugye az a célja, hogy az utcai drogfogyasztásnak a problémájára találjon megoldást. Magyarországon, Budapesten elsősorban ugye bizonyos kerületekben összpontosul az intravénás drogfogyasztás, a leginkább a Józsefvárosban, a 8. kerületben. A Józsefvárosban kialakult nyílt drogszcéna, az gyakorlatilag nem mostani történet. Ez az egész már a 90-es éveknek a második felére datálható, már akkor lehetett hallani arról, hogy nyílt utcai intravénás szerhasználat van a fővárosnak ebben a részében. Azt gondolom nem nagyon kell magyaráznom, hogy miért éppen ebben a részében, és miért nem mondjuk a Várnegyedben van nyílt utcai drogfogyasztás. Olyan halmozott szociális problémákra vezethető ez vissza, amit mondjuk így egy szóval úgy nevezhetnék, hogy a nyomor. És hát ugye, ahogy Móricz Zsigmond is megírta, van a tisztes szegénység, ami ösztönzi az embereket arra, hogy javítsák az életüket, és még serényebben dolgozzanak, és van a nyomor, amiről azt írja Móricz Zsigmond, hogy olyan, mint a szennyes árvíz, az már csak pusztít. És azt gondolom, hogy a Józsefvárosban ez a fajta nyomornak az egyik ilyen mellékjelensége, tünete az intravénás drogfogyasztás. Nagy részt olyan emberek fogyasztanak intravénás drogokat, akik nagyon alacsony iskolázottságúak, nagyon rossz lakhatási körülmények között élnek, és hát nagyon magas a munkanélküliség is. Tehát ez egyfajta menekülés gyakorlatilag a nyomor elől, ez a fajta drogfogyasztás, ez nem arról szól, hogy akkor hétvégén elmegyünk bulizni, és legyen jó nekünk. Alapvetően ehhez az egész drogszcénához, ugye Józsefvárosban nagyban ezt az egész helyzetet súlyosbította 2009 után a designer drogoknak a megjelenése. Ezek olyan szerek, amelyeket Kínában és Indiában gyártanak nagy tételben, hogy helyettesítő szerei legyenek a már a piacon jelenlévő illegális drogoknak, mint például az amfetamin, amit ugye a Speed néven vagy Spuri néven ismertek. Ezt a drogot használták nagyrészt a józsefvárosi drogfogyasztók, aztán 2009 után egyre többen áttértek ezekre az új designer drogokra. Ezek is ilyen stimuláns szerek, nagyon intenzív hatással, akár napokig is nem alszanak azok az emberek, akik ezeket a drogokat használják. És hát ugye manapság már szinte minden héten lehet találkozni olyan hírekkel, hogy a mentők vagy a rendőrök szednek össze valakit az utcán, aki ugye magával kivetközve hát rosszul lesz ezeknek a drogoknak a fogyasztásától. Az egész intravénás drogfogyasztásnak az egyik legnagyobb ártalma vagy kockázata az ugye a fertőzések, olyan vírusfertőzések, mint a hepatitis B, C
és a HIV vírusnak az átadása. Ugye az intravénás szerhasználók megosztják egymással ezeket az eszközöket, mint például a fecskendők, a tük, és hát ez az egy fertőzéseknek a melegágya. Az Afrikán kívüli világban minden harmadik HIV fertőzés az intravénás szerhasználatra vezethető vissza. Tőlünk keletre, például Ukrajnában a lakosságnak már a 1,5% a HIV pozitív, Oroszországban is hasonló az arány, és gyakorlatilag 10-ből 6-7, kicsit így, jó, elnézést, 10-ből olyan 6-7 esetben kimondottan a drogfogyasztásra lehet visszavezetni a fertőzést. Most itt ugye a kerületben is ez egy nagyon komoly probléma már régóta. A kutatások szerint a drogfogyasztóknak a nagy része az megosztja a felszerelését. A designer drogok itt ott jönnek a képbe, hogy mondjuk a heroint azt mondjuk 3-4-szer szúrták egy nap, ezeket a designer drogokat gyakran 10-15-szer szúrják egy nap. Itt ugye abból lehet látni azt, hogy mennyivel több fecskendőre van, mennyire több fecskendőt kell ehhez használni, mennyire több steril fecskendő kell ahhoz, hogy megelőzzük a különféle fertőzéseket. A másik jelenség, egy nem túl kellemes jelenség a józsefvárosi lakók számára, az ugye a drogszemét, ami ugye a fecskendőknek, a drogszemétnek az eldobálásából fakad. Én is egyébként nagyon hosszú ideig ott éltem a Kálvária tér környékén, lakóként is tapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor reggel úgy megy az ember munkába, hogy át kell mászkálni a fecskendőkön, vagy éppen mondjuk egy játszótéren vannak eldobálva fecskendők. Ez egy súlyos probléma, mindazonáltal azt is el kell mondani, hogy HIV-fertőzést nem lehet úgy elkapni, hogyha az ember mondjuk belenyúl egy fecskendő, vagy megérint egy fecskendőt. A HIV-vírus az elpusztul a szabadban 1-2 perc alatt, tehát HIV-fertőzést azt nem lehet ilyen formán elkapni. Amit viszont lehet, az a hepatitis C és B fertőzés, az egy sokkal szívósabb, fertőzőbb vírus, az is gyógyíthatatlan májbetegséget okoz, tehát ott is az is nagyon kis, nagyon súlyosak a következményei. Ugyanakkor az gyakorlatilag egyetlen egy olyan regisztrált eset sincsen, amikor mondjuk valaki belenyúlt volna fecskendőbe, és így fertőződött volna meg hepatitisszel. Hát azért elsősorban ennek inkább a köznyugalomra való káros hatását lehet kiemelni a drogszemétnek. És hát ugye a Józsefvárosban, ami szintén jellemző az, hogy tele van az egész kerület belövő szobákkal. Ugye a mi kampányunkról szokták ugye mondani, hogy mi belövő szobát akarunk. Igazából nem, mert hogy tele van, már most a kerület tele van belövő szobákkal, illegális belövő szobákkal, amik teljesen ellenőrizetlenek, ahol nem steril körülmények között lövik magukat az emberek, gyakran nagyon használt, kicsorbult fecskendőkkel, tükkel. És hát ugye az egész történetben 2006-ban lépett be a Kék Pontnak a tűcsere programja, ami azért érkezett a kerületbe, mert ekkor már egy elég súlyos problémát regisztráltak a kutatók, ezért költöztették a tűcserét a kerületbe, és hát ennek a programnak az a lényege, hogy steril eszközöket adnak ki a fogyasztóknak, és begyűjtik a használt eszközöket, ezáltal meg akarják előzni a különféle fertőzéseket. Hogy felmerülhet a kérdés, hogy miért nem mennek be a gyógyszertárba a drogfogyasztók, és minek kell tűcsére program. Hát elsősorban azért, mert a gyógyszertárak nem nagyon szolgálják ki a drogfogyasztókat, illetve maguk a fogyasztók sem mindig vásárolják meg a fecskendőket pénzért. Tehát alapvetően, ahol tűcsére programok vannak a világon, ott sikerül csak visszaszorítani a járványukat. A tűcserének egy másik előnye is a gyógyszertárral szemben az az, hogy itt a fogyasztó bekerülhet másfajta kezelésbe is, tehát például a tűcseréből tudják átutalni olyan kezelésbe, ahol például ami a leszoktatást célozza. Ugye még a tűcseréről annyit, hogy nagyon sok vád felmerült itt a 8. kerületben a tűcserével kapcsolatban, például, hogy az vonza oda a drogfogyasztókat. Ezt már mondtam, hogy ugye eleve már a tűcseré is azért ment oda, mert nagyon sok drogfogyasztó volt ott. Most, hogy ugye a tücsere az, azt a vádat is felhozzák a tücserével szemben, hogy például, hogy nem gyűjtötték be eléggé a fecskendőket. Na most a Kék Pont tücsereje az egészen 2011-ig nagyon jó becserélési arányjal dolgozott, 10-ből 8 fecskendőt visszacseréltek. Ezután azonban lecsökkentették a Kék Pontnak a költségvetését, 12 munkatárstól megváltak, lecsökkentették a nyitvatartási órákat, és
a visszacserélhető tűknek a számát is, tehát az, hogy csökkent utána a becserélési irány, az nem az Kékpontnak a hibája, hanem alapvetően annak a kormánynak és önkormányzatnak a hibája, ami nem nyújtott megfelelő pénzügyi támogatást ahhoz, hogy megfelelően működjön ez a program. Ahol a tűcserél normálisan támogatják, ahol van pénzük arra, hogy megfelelő emberszámban dolgozzanak, ott a becserélési arány az sokkal jobb. Egy másik olyan tényező is van, amiről keveset beszél például polgármester úr, ami fontos szerepet játszik abban, hogy a drogszemét az utcákon gyűlik. Maguk a rendőrök azok, akik gyakran a fogyasztókkal eldobatják a fecskendőket. Tehát, hogyha meglátnak egy fogyasztót, akkor mondják, hogy üríts ki a zsebet, ha van nála a fecskendő, akkor el kell dobnia az utcán. Hát igazából az állam az egyik kezével begyűjti, a másik kezével eldobatja a fogyasztókkal a fecskendőt. Azokban az országokban, ahol már nem büntetik a drogfogyasztást, például Portugáliában, ott azért ezen a problémán is jóval könnyebb segíteni. A fogyasztó már ott nem fél attól, hogyha van nála fecskendő, ezt nagyobb, jobban vissza tudja vinni a programokba. Egy jó példát hoztam még itt Frankfurtból, Németországból, ahol például az helyi önkormányzatnak van egy projektje, fizetik a drogfogyasztókat, tehát a tűcseréknek a klienseiből összeállítanak egy csapatot, hogy ők begyűjtik minden reggel a fecskendőket az utcákról. Ez is egy elég hasznos kezdeményezés, azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy, és ez nagyon jól működik Frankfurtban, igazából viszonylag olcsón lehetne elég jó programokat csinálni. Én most voltam nyáron az Nemzetközi AIDS konferencián Ausztráliában, ahol szintén volt egy nagyon jó módszer a Melbourne városában, ahol kihelyezett a város önkormányzata ilyen tűgyűjtő tartályokat azokra a városrészekre, ahol sok a drogfogyasztó. Ezt meg is vizsgálták ennek a hatásait, és jelentősen csökkent azóta a drogszemét az utcákon. Azt gondolom, hogy ez sokkal többet ér, mint az ilyen karcsörtető rendőri razziás módszerek. És hát ugye a kampányunknak az egyik fő eleme az a példa, amit Nyugat-Európában és Észak-Amerikában is már alkalmaznak. Ezeket nevezik úgy, hogy ellenőrzött fogyasztói szobák. Azt azért mondom így, mert hogy ez teljesen más dolog, mint azok a belövő szobák, amit az előbb láthattunk ugye a Józsefvárosban. Ezek olyan steril helységek, ahol egészségügyi személyzet felügyelete mellett adják be a drogfogyasztók a szereket, és hát itt ugye steril eszközökkel adják be, és itt tehát nem csak a fertőzéseket lehet megelőzni, de a túladagolásokat is helyben meg tudják előzni. Például Vancouver, ahol ez a kép készült, ott forgattunk egy filmet, aminek az a címe, hogy Inside több mint belövőszoba. Akit érdekel, az Inda videón beüti ezt a címet, és meg tudja nézni a filmet, szerintem érdemes. És ebben ugye bemutatjuk is, hogy itt ebben a szobában például, amióta ez a szoba fennáll, egyetlen egy halálos túladagolás nem történt ebben a szobában, holott minden évben nagyon sok túladagolás van, de mindig sikerül közbelépnie azonnal a személyzetnek. És ami még szintén fontos megemlíteni, hogy ezek a szobák, ezek nem állnak ellentétben például a leszoktatás vagy az abstinencia hosszú távú céljával, sokkal inkább elősegítik azt. Ugyanis ez a Vancouveri intézmény, ez például úgy néz ki, hogy az alsó szintje az a maga ugye a klasszikus fogyasztói szoba, ahol bemelt az előbb láthattak azt a képet, ami azt mutatta, és erre ráépül, na, további szintek ráépül, ezt nevezik on-site-nak, ahol a fogyasztó azonnal átmehet például detoxba, vagy különféle egyéni vagy csoportterápiás módszerekkel megpróbálhat leszokni a kábítószerekről. 10-ből 3 fogyasztó, aki használja a szobát, az beiratkozik ilyen leszoktatás célzó kezelésbe, ami egyébként, hogyha aki ismeri általában a siker arányokat az ilyen programoknál, az egy elég jó aránynak számít. Tehát, hogy nem egymással ellentétes az, hogy a leszoktatás, meg az ártalomcsökkentés, ahol ez jól működik a világon, ott ezek a dolgok egymásra épülnek, egymásból táplálkoznak. Vancouverben, amikor Vancouverben például a város elfogadott egy olyan stratégiát, amit 4 pilléres drogstratégiának neveznek, azt gondolom, hogy Budapesten is egy hasonló drogstratégiára lenne szükség, aminek 4 pillére van. Egyik a megelőzés, az, hogy például iskolákban, családok szintjén olyan programokra van szükség, ami megelőzi a drogfogyasztást, vagy késlelteti a drogfogyasztás kialakulását. Magyarországon ezzel is alapvető probléma az, hogy az iskolákban jelenleg kizárólag a rendőri prevenció jut be.
nincsen pénz, a drogprevenciós szervezetek gyakorlatilag kiszorultak az iskolákból, amit lehet találni, az vagy rendőrség, vagy szcientológiához köthető prevenció. Azt gondolom, hogy ez is egy óriási probléma, erről is kell beszélni. A második eleme, a második pillére az ugye az ártalomcsökkentés, azok a fogyasztók, akik már használnak, és még nem is motiváltak arra, hogy leszokjanak, nekik fontos az, hogy amikor eljutnak arra a pontra, hogy leszokjanak, akkor ne HIV pozitívan, ne hepatitis fertőzötten tegyék ezt meg, vagy egyáltalán túléljék a drogfogyasztást. A harmadik pillér az ugye a kezelés, tehát azoknak a függőknek, akik le akarnak szokni, szintén szükségük van terápiás programokra. Magyarországon ezben is nagyon rossz helyzet van, hogyha mondjuk az a 3000 intravénás szerhasználó, akik a Kék Pont tűcsere programjának a kliensei voltak, máról holnapra úgy döntenének, hogy hát mi most le akarunk szokni, akkor gyakorlatilag nem lenne olyan kórházi, nem lenne olyan detoxikáló program vagy rehabilitáció, ami fel tudna szívni ennyi ember. Nincsen egyszerűen annyi hely, hónapos várólisták vannak. Tehát itt is nagyon fontos változásokra van szükség. És hát a rendészetnek a szerepét azt már említettem az előbb. Ugye nagyon fontos lenne, hogy a rendőrség ne ellene dolgozzon az egészségügyi, meg szociális munkásoknak, hanem inkább együtt dolgozzon vele. Vancouverben ez megtörtént, és ezt most már sokkal sikeresebben tudnak dolgozni a rendőrök, nem a fogyasztók, arra összpontosítanak a terjesztőkre. Alapvetően ugye a Magyarországon viszont 9 esetben fogyasztó ellen indul büntető eljárás, tehát még mindig a fogyasztók ellen indulnak az eljárások. És hát amire szintén szükség lenne, Budapesten nincsen drogstratégia, nincs fővárosi drogstratégia, nincsen semmilyen kábítószer koordinációs szerv Budapesten, hiába kértük a főpolgármester urat többször is, nincsen fővárosi drogkoordináció, tehát ezek alapvetően hiányoznak ezek a dolgok, enélkül nem lehet kezelni az egész problémát. Ezért indítottuk el ezt az egész kampányt, hogy ezeket a célokat kitűzzük, tehát nem csak kizárólag a fogyasztói szobáról szól ez a kampány, hanem mind a négy elemről. Az, hogy valósuljon, legyen egy rendes, átfogó drogstratégiája a fővárosnak. Mit csináltunk ebben a kampányban? Egyrészt csináltunk egy kampányoldalt, aki még ezt a kampányoldalt nem látogatta meg, annak ajánlom a szoba8ban.org oldalon tegye meg. Ott eléggé ilyen kis oktató filmekkel el van magyarázva a probléma, illetve hát megtekinthetitek ott azt a kampány videót is, amit készítettünk a kerületben. Ez egy 20 perces film, amit a kábítószeres világnapon mutattunk be idén júniusban. És hát ezt egyébként most már majdnem 100 000-en megnézték, ami azt gondolom, hogy eléggé szép siker. Van egy online petíciónk is, ezt jelenleg már körülbelül 6 000 ember aláírta az online petíciót, amelyet egyébként azért is javaslok mindenkinek, hogy írja alá, mert az aláírás egyben azt is jelenti, hogy azt a levelet, azt a támogató levelet, vagy petíciót, azt automatikusan utána elküldi a fővárosi polgármesternek, a Józsefvárosi polgármesternek és az Emberi Erőforrások miniszterének is. Tehát minél többen írják alá ezt a petíciót, annál nagyobb a nyomás a vezetőkön, hogy valódi megoldásokat találjanak erre a problémára. Gyűjtöttünk egyébként magában a kerületben is aláírásokat, mert azt gondoljuk, hogy azért alapvetően az nagyon fontos, hogy a kerületi lakosoknak is elmagyarázzuk ezeket a dolgokat, velük is kapcsolatba lépjünk. Két posztunk kint volt, két aláírásgyűjtő posztunk egy héten keresztül a kerületben, és hát ott is majdnem 2000 aláírás sikerült összegyűjtenünk. Itt látható ezen a képen az aláírásgyűjtés, és hát voltak City Light-os plakátjaink is a kerületnek a gyakran látogatott helyein. Sokakban felmerülhet az a kérdés, hogy Budapesten mennyire megvalósítható ez az egész kezdeményezés. Voltak már olyan kreatív emberek, akik ezt az egészet tovább is gondolták, például egy építész hallgató lány, Kraker Csilla, ebből írta a szakdolgozatát, megtervezett egy olyan komplexumot, egy olyan drog komplexumot, ahol a fogyasztói szoba mellett, ugyanúgy, ahogy Vancouverben megtalálhatjuk a leszokás célzó programokat is, és hát erről a 444-en egyébként nem régen lehetett olvasni egy érdekes cikket, meg lehet nézni online is azokat a terveket, amiket ő elkészített. Ez fontos megemlíteni, hogy ahhoz képest, hogy egy ilyen szoba az
mennyi pénzt spórol meg az adófizetőknek hosszú távon, ahhoz képest egyáltalán nem kerülne sokba. Azt gondolom, hogy ez az egész dolog ez nem kizárólag a drogfogyasztóknak a jogairól szól. Ugye most nemrégen megjelent az Ombudsmannak a jelentése, amelyben azt mondta, hogy jogsértő volt a tűcserének a bezárása. Ebben ő kimondta azt, hogy az ilyen ártalomcsökkentő programok, segítő programok, azok nem kizárólag a fogyasztóknak az emberi jogairól szólnak, hanem mindenkinek az egészséges környezethez való jogait is előmozdítják azáltal, hogy például megelőzik a járványoknak az elharapózását. Csak azt példaként mondom, hogy egyetlen HIV-pozitív embernek a gyógykezelése az több millió forintba kerül minden évben, ezzel szemben mondjuk egy fecskendőnek az ára az 25 forint. A kezelés az mindig jóval drágább, mint a megelőzés. A kampánynak azt gondolom, hogy az egyik célkitűzés az ombudsmani jelentésbe is bekerült ajánlásként, tehát például az, hogy legyen fővárosi kábítószerügyi egyeztető fórum, legyen fővárosi drogstratégia, ezt ugye az ellenzéki képviselők is magukévá tették a fővárosban. Sajnos ugye a kormány oldalról jelenleg nem nagyon tapasztalható ebben az irányban elmozdulás, sőt azt látjuk, hogy éppen ellenkezőleg frontálisan betámadták a kékpontot. A kékpont az ugye most bezárt augusztus végén, tehát most jelenleg a kerületben semmiféle program nincsen a drogfogyasztók számára, legalábbis nem ártalomcsökkentő program. Hát azt gondolom, hogy ez a helyzet ez nagyon, nagyon rossz lesz hosszú távon, eljuthatunk oda, mint például Románia vagy Görögország, ahol ma már egy nagyon súlyos hívjárvány alakult ki a drogfogyasztók körében. Ezzel a szlájddal szerettem volna zárni az előadást, ugyanis én tényleg azt gondolom, hogy jelenleg a fővárosban és különösen a Józsefvárosban ez a két opció az, ami ez a két lehetőség áll számunkra nyitva. Az, amit egyes politikusok mondanak, hogy záros határidőn belül drogmentessé lehet tenni a fővárost, azt gondolom, az egy óriási, egy utópia, hazugság, nem lesz drogmentes a főváros. A Kékpont ügycsere program az most bezárt, én éppen tegnap vittem el oda egy BBC-s újságírót, körbejártuk a kerületet, kb. 2 percen belül már találtunk olyan embereket, akik belőtték magukat az utcán. Attól, hogy elment a tűcsere, a fogyasztók nem szívódnak fel a Holtba. Igazából ez a probléma csak egyre súlyosabb lesz, hogyha nem kezdjük el kezelni a gyökereinél. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem is az a kérdés, hogy lesznek ilyen programok a 8. kerületben, az a kérdés, hogy mikor lesznek. Ezt az időt tudjuk lerövidíteni, ugyanis előbb-utóbb annyira súlyos következményekkel kell szembenézni majd a fővárosban, hogy még azok a politikusok is rá fognak jönni, hogy ez a megoldás, akik jelenleg ezt zsigeri alapon ellenzik. Köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha bárkinek van kérdése az előadással kapcsolatban, vagy megjegyzése, akkor arra szívesen válaszolok.